Az 1848-49-es magyar szabadságharcnak voltak olyan katonái, akik nem csak a szabadságharcban vitézkedtek, hanem aztán különböző külföldi csatatereken is nevet szereztek maguknak és nevet szereztek Magyarországnak. Közéjük tartozott Kmeti György, aki 1813. május 24-én született a Gömör megyei Felső-Pokorágyon, egy magyar, illetve szlovák lakosságú településen. Az édesapját Kmeti Pálnak hívták, és evangélikus lelkész volt, az édesanyját pedig Sulek Borbálának. Kmeti György hát egy ilyen égedelem gyerek volt, ahogy mondani szokás, tehát nem nagyon kedvelte az iskolát, a Késmárki evangélikus gimnáziumba járt. Az édesapját viszonylag korán elveszítette, a bátyja volt az, aki nevelte, és hát úgy gondolta egy idő után, hogy talán jobb lesz, hogyha szabad folyást enged úgymond az eseményeknek. Ilyen módon aztán Kmeti György 1833-ban beállt hadaprótként egy császári királyi gyalogezredbe, a 19. egyébként Dunántúli kiegészítésű Schwarzenberg herceg nevét viselő gyalogezredbe. Ebben az ezredben egészen a főhadnagyságig vitte 1848-ban. 48-ban egyébként az alakulatával az itáliai hadszíntéren állomásozott, és talán harcolt is az olasz felkelők, illetve a piemonti szárd királyságnak a hadserege ellen. Azonban 1848 nyarán áthelyezték az ezredének a harmadik Magyarországon állomásozó zászlóaljához, és ilyen módon a szerveződő magyar hadseregnek a köreibe került. Jelentkezett aztán az ekkor szerveződő honvédségben, 48. októberében először a 15. Pozsonyban felállított honvédzászlóainak lett a századosa, majd pedig 48. október végén kinevezték a 23. Győrben felállított zászlóainak a parancsnokává, és ennek az alakulatnak a soraiban 48. október 30-án már ott volt a Svehátnál vívott egyébként vesztes csatában, ahol azonban az alakulatával, amely friss újoncokból állt, meglehetősen jól megállta a helyét. 48. decemberében volt a következő jelentős katonai akció, ekkor indul meg a császári királyi fősereg általános támadása Magyarország ellen, és Kmettinek az ászlóalja az Pámdorfnál, vagy Pámdorfalunál foglalt állást, ahol lovassági támadás érte, és előírás szerint, ami azért nem mindenkinél működött feltétlenül, négyszögbe állva verte vissza a támadó lovasságnak az akcióját. Utána a feldunai hadseregnek a soraiban vonult vissza egészen Győrig, aztán pedig egészen a fővárosig. A pándorfi szereplése miatt előléptették alezredessé, és december végén átvette a feldunai hadtest egyik dandárának a parancsnokságát. Ilyen módon csinálta végig a görgeinek a téli hadjáratát, majd pedig 1849. február közepén immáron hadosztályparancsnoki beosztást is kapott. A következő fegyveres akciója február 28-án volt, a vesztes február 26-27-i kápolnai csatát követően, amikor Mezőkövesnél az ő hadosztályának a lovassága és más hozzájuk csatlakozott huszár csapatok súlyos vereséget mértek a császári seregnek az elővégére, Franz Deim vezérőrnagy lovasdandárára. Kmeti aztán ott volt a tavaszi hadjáratban, érdekes módon sem 60-nál, sem pedig Isaszegnél nem került ténylegesen tűzbe. Április közepén megkapta már az ezredesi kinevezését, és egy nagyon állóságot jelentő feladatot is. Tudniillik, a görgei vezette fősereg az megindult a Garamon átkelve Komárom felmentésére. A főváros környékén ott maradt Aulik Lajos a maga második hadtestével és Asbód Lajos alezredes hadosztályával. És Metnének kellett Vácot, illetve aztán később Esztergomon keresztül tartania az összekötetést a főseregnek a főoszlopával. Tényleges harcokba itt nem nagyon keveredett, viszont 49. májusában ott volt Budavár ostrománál, ő vezette az első támadást május 4-én a vár őrség vízellátását biztosító vízkivételi műnek a sánc tábora ellen. Két rohamban is részt vett, és az egyikben könnyebben meg is sebesült magát, a sánc tábort nem sikerült elfoglalni, és ott volt május 21-én, amikor Budát is elfoglalták, sőt Görgei vele küldte a hivatalos jelentését Kossuthnak a várbevételéről, és simán elképzelhető egyébként, hogy éppen a saját születésnapján május 24-én közölte ezt az örömhírt magával, Kossuthtal. Buda felszabadítását követően a 7. hadtestből kiszakított hadosztályát nem tagolták vissza az eredeti magasabb egységbe, hanem önálló hadosztályként, 15. hadosztályként a Rába környékére küldték, Pápa volt a főhadiszállása.
Június 13-án a Rábán átkelve Csornánál súlyos vereséget mért Franz Wiss vezérőrnagynak a császári királyi dandárjára, majd pedig az általános császári támadás megindulása után június 27-én Iászinál vívott egy vesztes ütközetet. Ezt követően a délvidékre vezényelték, ott volt az augusztus 9-i temesvári csatában, az általa vezetett magyar balszány egyébként kiválóan szerepelt, ennek ellenére maga a csata vereség elért véget, és ezt követően emigrált. Az emigrációban tábornoki rangban beállt az oszmán vagy a török hadseregbe, és kitüntette magát a krími háborúban 1853-55-ben. Az egyik legjelentősebb török győzelem a Kárszi erőd előterében szeptember 29-én 1855-ben vívott ütközet, az az ő nevéhez fűződik, és a feljegyzések szerint az elesett orosz katonák között voltak olyanok, akiknek a mellén a magyarországi intervencióért kapott kitüntetés volt, tehát ez egyfajta kései bosszú vagy elégtétel volt. Kmeti ezek után különböző diplomáciai és katonai megbízásokat kapott, és végül 1856. április 25-én Londonban hunyt el, a sírja is ott található a Kensingtoni temetőben. Megvalósult a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára, és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com